Sziasztok, itt újra Vidéki Srác, egy újabb teszt videóval érkeztem. Ugye a Monster mellett van sok nagyobb márka, mint például a Hell, a Rockstar, illetve a Red Bull. Sorolhatnék több fajtát is, de azok nem olyan nagy nevek, mint amiket ugye most elmondtam. És ezek közül ugye én most egy Red Bullt hoztam, ami nem más, mint a Gletscher jég ízesítés. Hát elég komoly Gletscher jég, hát én is meglepődtem rajta. Ez egy téli kiadás, úgyhogy nem mai darab, mert 2019. októberében jelent meg. Ezen kívül van két fajta winter, ami kiadásban volt, ami nem más, mint a Silva Fahéj, illetve a Rumtopf volt. És ugye ez a harmadik winteres kiadás. És hát nagyon kíváncsi vagyok rá, nagyon kíváncsian várom, hogy milyen ízű lesz. Milyen színű lesz maga az ital, milyen illata lesz. Tehát pillancsunk bele ebbe a tesztbe. Tehát, ugye, itt van az kis winterünk. Winter Gletscher Ice. Gletscher jég. Nagyon klassz kis doboza van egyébként, szép kék színű persze. Hát ugye, hogy ezt a télies változatot, itt vannak ilyen hópehek is a szélén, 250 ml-es, illetve ez ugye egy osztrák kiadás, és nagyjából ennyi, amit elmondhatnék róla. Koffein tartalmaz, taurin tartalmaz, koffein 0,3%, taurin 0,4%-ot tartalmaz. És nyitófül szokásos, ott van benne a Red Bull logó. De szerintem nem is szaporítom tovább. Szaglásszunk bele! Arra, hogy is mondjam, ez a Mentors cukorkára emlékeztet engem. Úgy illatra. És mi meglepő kék színű az italunk. Az energiaitalunk, így is nagyon jól lehet érezni azt a mentoros cukorkának azt a kellemes illatát, de kóstoljunk bele. De klassz. Ez brutál jó cucc. Azt a finom mentolos ugye cukorkát, nagyon finom. Azt kell mondjam, hogy 10/10, 10/10, nagyon durván finom, és nagyon ízlik. Tényleg, le a kalappa a Red Bullosok előtt, én úgy mondom. 10/10, 10/10, nagyon durva. A téli kiadás azokat, amiket ideig leteszteltem, a szilvás fahéjas, meg azt hiszem a rumtopfot is leteszteltem, de majd feltétlenül le fogom dobálni a leírásban őket. Ha tetszett a videó, ne felejts el lájkolni, ne felejts el feliratkozni, illetve a csengőt se felejtsd el benyomni. Hiszen fogok még érkezni ilyen klassz kis tesztvideókkal. Ilyen vidéki srác voltam, következő tesztvideóban találkozunk. Addig is legyetek jók. Sziasztok!